Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Nos, november a tudomány hónapja, a TIT táplálkozástudományi konferenciát rendez Székesfehérváron a civil központban november 24-én, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos program mindenféle értelemben. Vendégem Guzao András ideggyógyász, pszichiáter, aki ennek a konferenciának az elnöke lesz, és azt hiszem, hogy mindennapi baktériumunk, maink és a probiotikumok, ételallergia és ételintolerancia, ez az ülés programpontjai. Mi az első másodikkal foglalkozunk inkább, hiszen a köznapi embert mindenféle értelemben érdekli és érint is, teszem hozzá, sajnos az ételintolerancia. Miként kell ezt meghatároznunk? A két fogalmat nagyon gyakran keverik. Az ételintolerancia az egy újabb fogalom. Az elmúlt 10-15 évben, miután egyre gyakoribbá vált, került a figyelem középpontjába. A klasszikus orvoslás az ételallergiákkal foglalkozik, ezekre fantasztikusan jó, precíz diagnosztikai eljárásaink vannak, és pontosan ki tudjuk mutatni, hogy melyik étel vagy melyik pollennek a bal sarka ellen védekezik a szervezet, és ennek megfelelően utána tudunk valamelyest kezelést alkalmazni, ami rendszerint általános és általános gyulladás, immunelnyomó kezelés az allergiákkal szemben. Az ételintoleranciák azok egy egész más csoportot képeznek. Az immunrendszernek teljesen más részét aktivizálják, sokkal lassabban. Ha valakinek ételallergiája van, és mondjuk mogyoró allergiás, és eszik egy szem mogyorót, a következő pillanatban így megduzzad a szája, megduzzad a nyelve, nem tud nyelni, és lehet, hogy megfullad és belehal. Míg az ételintolerancia az egy alattomos, lassú probléma. Nem azonnal hat, hanem néhány órán vagy napon belül. Senki sem gondol arra, hogy ami nekem ma történt, mondjuk ma volt egy epilepsziás nagy rohamom, és szedem a gyógyszert rendszeresen, de ez a roham ez azért van, mert tegnap egy nagy adag túros csúszát ettem ebédre. Tehát egy hihetetlen nagy glutén expozíciónak tettem ki magam, tehát és a glutén, ha érzékeny valaki rá, az epilepsziás rosszulétet is tud létrehozni. Tehát tulajdonképpen az ok-okozati összefüggésre kell rávilágítanunk, illetve a gasztroenterológia ebben segít mindenféle értelemben. Így van. A táplálkozással viszünk be mindent, ami felépíti a szervezetünket. Van 28 aminósavunk, ezek hosszú fehérje láncok, és ebből az aminósavakból épülnek fel a fehérjeink, ahhoz úgy, hogy különböző számban és mennyiségben és mintában kapaszkodnak ezek az aminósav gyöngyök egymáshoz. Ez a szervezetünk. Na most ebben időnként lehetnek hibák. És a szervezet immunrendszere megtanulta születésünktől kezdve azt, hogy ezekre a belső szerkezeteinkre nem támad. Ezek ismerősek neki, nem ellenségek. De az élet folyamán számtalan olyan dolog következik be, amikor az immunrendszer ezt valahogyan átjátsza, és megtanulja azt, hogy bizonyos molekula szerkezetek ellenségek nekem. Ha egy baktérium vagy egy vírus behoz egy ilyen jellegzetes szerkezetet, az immunrendszer ezt letapogatja, és egy ilyen szerkezetű ellenanyagot kell csinálnia. Ezt megcsinálja, és ezzel ezt a betolakodót tönkre is teszi. Csak a gond ott szokott lenni, ha ez a szerkezet nem csak a vírus vagy a baktérium felszínén, vagy valamelyik ételnek az összetevőjében található meg, hanem a pajzsmirigyem sejtjein, vagy a hasnyálmirigyem sejtjein, vagy az idegrendszer velős burkának a felszínén is megtalálható, akkor ez az immunsejt, amelyik megtanult ezt leküzdeni, az én életem végéig emlékezni fog arra, hogy ez nekem ellenség, és mindannyiszor, amikor közelébe kerül, támad.
és ez egy lokális gyulladást hoz létre. Tehát ezt a tünet együttest kell felismerni. Időben. Így van. A szervezetet az immunrendszer elkezdi támadni, és a szerv, miután már kellő mennyiség károsodott belőle, hozza a tüneteket. Rendszerint emésztési tünetek jönnek. Az emésztéssel van gond, felfújódok, böfögök, ég a gyomorszájam, felpuffadok, megnő, étkezés után megnő a hasam. Hoztak olyan gyereket hozzám, akinek akkora lett a pocakja evés után, hogy mérni lehetett, nem tudta fölvenni a nadrágját például, mert szűk volt. És ez felnőtteknél is előfordul. Ilyenkor gázok termelődnek, azok távoznak, és ez kellemetlen. Feszülést okoz, görcsöket okoz, és a többi. De hát sokan vagyunk vele, akik már kicsit nem olyan vészes, de hát már megszoktuk. És sokszor van így, hogy a gyereket elviszi a mama az orvoshoz, megnézik, kivizsgálják szakszerűen, gasztroenterológusok, és azt mondják, hogy kérem, semmit nem találtunk a gyereknél, nyugodtan egyen mindent, naponta 4-5 széklete van, hasmenés és egy picikét, de hát szokja meg, mert neki gyors az anyagcseréje. És ő, erről van szó. Persze, és ő él ezzel a gyors anyagcserével, és már 33 éves, amikor egyik reggel arra ébredt, hogy a fél oldala megbénul. Szalad az orvoshoz, ideggyógyász megnézi, MR-vizsgálat, tele van az agya gyulladásos gócokkal. Leveszik az agyvizet, annak rendje és módja szerint szklerózis multiplexe van. Tehát eddig jutunk. Holott sokféle tünet formájában jelenik meg ez a betegség. De mi lehet az oka? Tehát ha itt csak belemegyünk, ugye emesztési zavarokról másod szó, de a bőrbetegségek, ekcéma, krónikus fejfájás, ez mind tünet. Hiperaktivitás akár, vagy neurológiai tünetek, amiről ön is beszélt. Hogy lehet az, hogy csak az utolsó 2-3 évtizedben vesszük ezt komolyan? Eddig semmiféle jele nem volt, mondjuk 3 évtizeddel ezelőtt? Nem gondoltunk rá. Nem találtuk meg az összefüggéseket. Én például az egyetemi tanulmányaim alatt, ezek tegnap előtt voltak már, egyetlen órát nem hallgattam a táplálkozásról. És a mai nap is nagyon-nagyon elenyésző azon óráknak a száma, amiben a hallgatóknak a táplálkozásról beszélnek. Döbbenetes. És tulajdonképpen az a fehérje, az a szénhidrát, amit mi a táplálékunkkal beviszünk, ez építi fel a szervezetemet, és ez eteti a bennünk élő baktériumokat. Ezek a baktériumok is élnek, és ezek termelnek, nem csak lebontják a bevitt anyagot, hanem termelnek maguk is anyagot. És van, amelyik mérget termel, és ebben a méregben én belehalok, mondjuk tetanusz, akkor tetanuszba bele lehet halni még ma is, vagy botulinum toxin termel, akkor a botulizmus bénulásaiba, a hurkamérgezésbe belehalok. Ugyanakkor, ha ennek a baktérium családnak a bennem minden nap itt együtt élő baktériumai egy picit elszaporodnak, ezek termelnek egy anyagot, amelyik anyag hat az én idegrendszeremben két idegi hírvívő anyagnak a szabályozásába, lebontásába. És ha ezt gátolja, már pedig gátolni képes, akkor az egyik nem bomlik le a másikká, megszaporodik a dopamin, és ettől én hiperaktív leszek, figyelemgyenge leszek, erőszakos leszek, éjszaka nem tudok aludni, és a melléktermék, amiben lebontotta volna dopamint norepinefrinre, ennek a hiánya meg a figyelemgyengeséget hozza, és akkor már kész az autizmus. Igen, ahogy önök fogalmaznak ebben a meghívóban, a konferencia meghívójában, hogy az ételintolerancia a láthatatlan gyilkos. Ez a jelző szerkezet azt hiszem, hogy rávilágít arra, hogy milyen fontos, amiről most beszélünk, illetve amiről majd a konferencia szól. Essék szó, hát lehet, hogy ez a jelző szerkezet is elcsépelt már, de korunk népbetegsége a gluténérzékenység. Néhány szót kell, hogy ejtsünk róla, és a laktózról is, de a gluténről először. Én azt gondolom, hogy soha ennyi gluténérzékeny kollégám a családomban is hirtelenjében előfordult, szóval ez hihetetlen számomra. Jó magam, is gyakorló gluténérzékeny vagyok, tehát... Mi az oka ennek, hogy hirtelen így történt?
Sokan mondják azt, hát kérem, ugyanazt a kenyeret ette a nagyapám is. És nem lett. És akkor még nem is ismertük a glutén érzékenységet, meg a cöliákia nevezetű glutén allergiát. Nem ismertük. Elvétve előfordult, mert már az ókorban ismerjük, hogy akkor is voltak ilyen problémák, de most oly mértékben megszaporodott, hogy a szaporodás az ilyen exponenciálisan növekszik, és egyszerűen elképzelhetetlen, hogy miért. Következő. Az a glutén, amivel a nagyapám és a nagyanyám táplálkozott, az egészen más volt, mint amit ma eszünk. A glutén az egy 321 néhány aminósabból álló hosszú fehérjelánc, és amikor a nagyanyám készítette a kenyeret négy alapanyagból, lisztből, sóból, vízből és kovászból, ragyogó kenyér lett belőle. A kovászban baktériumok vannak, és ezek éjszaka elszaporodtak. Ezek savat és különböző enzimeket termeltek, amivel a lisztbe lévő glutént felszabdalták. És ettől már a glutén nem lett mérgező. A mai technológia nem alkalmaz kovászt, élesztőt alkalmaz, és az élesztő nem tudja azt a savas környezetet megteremteni, ami, meg azt az enzimhátteret megteremteni, ami a glutent szabdalni tudná, tehát mi egészbe kapjuk meg a glutent, amit nem tudunk megemészteni, és ez a gluten ilyen formában méreg a szervezetnek. És ezért van az, hogy megszaporodtak a glutén problémák. Na most egy olasz származású fiú Amerikába az egyik cöliákia specialista, Alessio Fasano volt az, aki 11 néhány évvel ezelőtt kimutatta azt, hogy a bélfal lyukassá válik. Egyetlen sejtréteg béleli az egész béltraktust. A sejtek egymás mellett szorosan összeragasztva vannak. Abban a pillanatban, amint glutén kerül be, tehát egy kifli csücsköt megeszik valaki, bekerül a vékony bélbe, hozzátapad a bélfal belső felszínéhez, abban a pillanatban ez a sejt, ez elkezd termelni egy zonulin nevezetű enzimet, ami bontja a bélfal sejtjeit összeragasztó anyagot, és ettől kezdve a sejtek egymástól eltávolodnak, készen áll a lyukas bél. Normál körülmények között a zárt bélfalon keresztül nem megy át semmi, csak akkor, ha molekuláris szintre lebomlott. Tehát ilyen gyöngyszemekre kell lebomlani a tápláléknak, hogy át tudjon menni a sejteken keresztül. De ha lyukas lesz, akkor azon ekkora láncok átmennek, nem baj. A túloldalon ott vannak az immunsejtek, azok letapogatnak mindent, és ellenanyagot gyártanak ellene, és elindul az immunvédekezés. Ha túlterheljük ezt a rendszert, félrelépnek. És jön a lyukas bél miatt az egyik, a másik, a harmadik, a negyedik úgynevezett autoimmun betegség, amikor az immunrendszer a hasonlóság, a felületi szerkezeti hasonlóság miatt ránk támad. Soha nem láttunk ennyi autoimmun beteget. Igen. És nem csak egy, én magam is ezt találtam a szklerózis multiplexel kapcsolatban. De az asztma, a cukorbetegség, a legkülönbözőbb pajzsmirigy problémák. És a rák így emelkedik, és nem tudjuk megállítani. Keressük az okát, keressük a kiváltó faktorokat. És azt mondják Fasanoék, hogy mindegyik mögött a lyukas bél áll. Na most... Egy ilyen konferencia, térjünk vissza egy pillanatra a konferenciához. Mi lehet a hozadéka? Egy ilyen konferencia mennyit segít? Hiszen ahogy itt nézzük, akadémikusok, önök, jószerivel a szakma kiválóságai itt lesznek, a teljes pálya. Mennyit segít egy ilyen találkozás? Nagyon sokat segít. A szakmabélieknek is segít, hogy megértsék, hogy miről van szó, hogy nem csak allergia létezik, hanem intolerancia is. És az intolerancia 10-szer több, mint az allergia ma. Allergia praktikusan elhanyagolható, mert az, hogy én epret eszek, és utána kiütésem lesz, megszoktam, nem eszem több epret, és akkor el van intézve. Vagy ha gyógyszerallergiám van, azt a gyógyszert nem szedem többet, is el van intézve. De az étel intoleranciával együtt lehet élni.
Én magam is együtt éltem több mint 10 éven keresztül a tejérzékenységemmel, és a végén meg is operáltattam az orromat, mert állandóan váladékozott a melléküregből, és a többi, és ezt a tejérzékenységem hozta. Elismerés övezi most ezt a tudományágat? Még ezt? Dolgozunk azon, hogy elismerjék. A szakma még nem nagyon fogadja el. Annyira új még ez az egész ételintoleranciával kapcsolatos dolog. Ez akkor kezdett előtérbe kerülni, miután olyan módszerek jelentek meg, amivel könnyen és nagy mennyiségben tudjuk vizsgálni az ételeket. Van egy vizsgálati lehetőségünk, 220 ételre egy vizsgálattal, egy csepp vérből meg tudjuk mondani, hogy melyik az az étel, amelyikre intoleráns valaki, vagy nem intoleráns. És ezzel én be tudom állítani a diétáját, meg tudom mondani, hogy mely ételeket kell elhagynia. És a gluten után a tej a másik, és a tojás fehérje a harmadik legnagyobb gyakoriságban előforduló dolog. A tejjel kapcsolatban ismert a laktózérzékenység, és nagyon sokan szenvednek laktózérzékenységben, és ez gyerekkorban szokott kezdődni, gyerekek egyike másika kinőheti, de ez egy genetikailag meghatározott probléma. A laktóz az a tejben lévő cukor, és nem tudjuk lebontani ezt a cukrot, hiányzik az az enzim a szervezetből, ami ezt lebontja. És ezáltal, ha én ezt fogyasztom, ezt a cukrot, akkor ez felfúj engem, hasmenést csinál, és mindenféle kellemetlenséget. De ezzel szemben a tejallergia az egészen más, mert itt nem a laktózról van szó, hanem a tej fehérjéről van szó, és a tej fehérje elleni érzékenység, immunreakció az, ami a fő gondot okozza. És a probléma meg ott sokasodik, hogy a tej és a glutén bizonyos szerkezeti részei azonosak, és keresztreagálnak. Tehát, ha valakinek tejérzékenysége van, annak jön a glutenérzékenysége is. És célszerű a kettőt együtt elhagyni. Tehát az összefüggéseket figyelnünk kell. Így van. Ahogy önök is megteszik. Hörvas úr, én sok sikert kívánok ehhez a konferenciához. Én bízom benne, hogy majd beszámolhatunk eredményekről is. Én azt gondolom, hogy más megoldás egyébként sincs, mint hogy a szakemberek, az értő, a tudomány képviselői összefogjanak, hiszen ha tetszik, ha nem, ez rendkívül fontos számunkra. Ez a konferencia azért is érdekes, hogy nincs belépődíj, és mindenkit várunk szeretettel, akinek valaha allergiás vagy intoleranciára utaló problémái voltak, jöjjenek, mert az információ a legnagyobb érték. És ha ez az egészségünkről szól, akkor életmentő lehet. Nos, kedves nézőink, köszönöm, főorvos úr, hogy megtisztelt bennünket. Tehát 9 óra 30 perckor lesz a megnyitó a Rákóczi utcában, a civil központban, november 24-én, tehát táplálkozástudományi konferencia, és a konferencia tart délig, majd ezt követően kora délután még szintén a szakma kiválóságai előadásait hallhatják meg, éljenek a lehetőséggel, ezt gondolom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!